Az Informatikai és Könyvtári Szövetség a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2017. március 22. és 29-e között immár 18. alkalommal rendezte meg az Internet Fiesztát. Az országos rendezvénysorozat az internet által nyújtott lehetőségekkel, mindennapi használatával ismerteti meg az érdeklődőket. A résztvevő könyvtárak olvasóinak hasznos tudnivalókkal, tanácsokkal segíthetnek, az előadók bemutathatnak érdekes, ingyenes applikációkat. Az idősebbeket a közösségi oldalak bátrabb használatára buzdítják, vagy hasznos tanácsokkal látják el a turisztika kapcsán. Emellett helytörténeti oldalak bemutatásával hívják fel a figyelmet településük szépségeire, rejtett kincseire. Ez most a 18. Internet Fiesta országos programsorozat. A Katona József megyei könyvtár hirdeti meg a honlapján a fiesta.kimk.hu, és rendre feltesz minden évbe bizonyos témakörök köré csoportosítja, és nevében is benne van, hogy utazzunk ugye internet segítségével, tehát most az idejének a témája a utazási, kirándulási lehetőség mobil és egyéb internetes applikációkkal. Ajánlott a könyvtárnak, hogy állítsanak ki könyveket, utazási könyveket, hogyan lehetne a környék nevezetességeit megmutatni az internet segítségével, és mi ezt csatlakozunk, hiszen fontos, hogy felhívja a könyvtárak figyelmét, hogy a mai digitális világunkban azért jó veszélye is van az internetnek, de ha tudatosan használjuk, azért kitárul a világ, és hasznos információkat szerezhetünk. A programsorozat keretében a Városi Könyvtár ez alkalommal Rásó Jánost kérte fel egy előadás prezentálására, aki Püspökladány és környéke legszebb látnivalóival és kiránduló helyeivel ismertette meg a megjelenteket. Ugye a helyismereti téma volt megadva, így jött az összet, hogy János tényleg szívesen foglalkozik kultúrtörténeti értékeivel a városunknak, településnek, itt a környéknek, és az internet sem áll távol tőle, tavaly is szerepelt ő, amikor családtörténetek, illetve múltunk értékeit mutatta be internetes honlapok segítség. Az egy ilyen kis történelmi visszapillantó volt, azok inkább családtörténethez, fotótárhoz kapcsolódtak, és most gondoltam, hogy a kultúrtörténeti érték mellett ugye a séta, a kirándulás, a botanika, mivel ugye erdőmérnök, és ezért úgy gondoljuk, hogy kössük össze a kettőt. Arra kaptam felkérést intézményvezető úrtól, hogy egy rövid előadás formájában mutassak be néhány olyan lehetőséget, amelyet az idegenfogalma résztvevők tudnak alkalmazni. Ezek a különböző internetes portálok, mobilos applikációk, illetve azok a lehetőségek, amelyek Püspökladány és környéke természet és kulturális értékeinek a megismerését segíthetik. A könyvtár ma már több funkciós, nagyon jó fel van szerelve digitális eszközökkel, lehetőség van számítógép használata és ezen keresztül az internet használatára. Nagyon sokan is igényveszik ezt a szolgáltatást, és ezzel egyfajta ilyen kettcsinálót szeretnék adni ahhoz, hogy kihasználják a könyvtárat a lehetőségeket minél jobban, illetve kedvet kapjanak ahhoz, hogy a bemutatandó applikációkat is alkalmazva, használva, amerre járnak az országban, illetve a világban, megpróbálják ezeket is alkalmazni, hiszen nagyon sok plusz információhoz jutnak hozzá. A tartalmas előadáson Rásó János bemutatta azokat a természet adta értékeket, melyek növelik városunk turisztikai vonzerejét, és hogy mindezek felfedezésében mekkora szerepe van a világhálónak. Akkor, amikor arról beszélünk, hogy milyen értékeink vannak, akkor a természeti és kulturális értékek, illetve a történelmi örökség, ami nem feltétlenül anyagi vonatkozású, mind-mind vonzó turisztikai cél lehet azoknak, akik igyekeznek igényvenni ezeket a szolgáltatásokat. Az ökoturisztika tulajdonképpen nem csak a növények és az állatok megfigyelését vagy látványát rejti magában, hanem tulajdonképpen összefoglalja mindazt, amit hát mondjuk úgy, hogy helytörténet, természeti kincseink, illetve épített örökségünk kincsei. Természetesen ez önmagában nem annyira vonzó, vagy csak nagyon szűk rétegek számára vonzó, ezért mindig ajánlhatunk hozzá kiegészítő szolgáltatásokat. Hát az egyik és legfontosabb ugye a gyógyfürdőnk, amely önmagában már egy vonzó úti cél lehet, de emellett nyilván vannak sportok, íjászat, lovaglás, horgászat, vadászat, amely mind inkább egyre inkább kerül előtérbe. Ezek közül talán, ami a leginkább most kezd föl erősödni, ez a horgászat vonatkozásában. Ezek turisztikai
célok kiegészítőiként jöhetnek szóba. Nos, amikor arról beszélünk, hogy internet fiaszta, tehát az internetet hogyan használjuk ahhoz, hogy lehetőség szerint minél többet informálódjunk, több információt szerezzünk ahhoz, hogy hova érdemes menni, mit érdemes megnézni. A legelső az, hogy beírunk egy keresőt, hát én most egy Google keresőnek az oldalát nyitottam meg, tulajdonképpen nagy semmi, illetve a felső kereső sorba föl lehet írni azt, hogy mit szeretnénk beírjuk, vagy pedig térképeket nézhetünk meg, hiszen itt van olyan lehetőség, hogy egy ilyen térképikon, amelyre rákattintva tulajdonképpen meg tudjuk keresni azt a helyet, ahova el akarunk menni, és ez már egy plusz segítség, hiszen nagyon sokszor már magából abból, hogy milyen egy térkép, abból tudunk következtetni egyrészt útvonaltervezés szempontjából, másrészt pedig látjuk, hogy milyen települések vannak, és hogyha egy hosszabb utat vagy egy körutat terveznénk, akkor ahhoz lehetőséget adna. Amit leginkább ajánlhatunk, először is az a honlapunk, hiszen a honlapon szerepel a idegenforgalom című link, és azon belül a turizmusnál nagyon sok oldalon keresztül fotókkal illusztrálva tudhatunk meg néhány szót az adott objektumról, és hogyha még jobban belebogarászunk, és emiatt egy kicsit talán bonyolult is az a honlap, települési értéktár cím alatt találhatunk olyan linket, ahol megnézhetjük, hogy mik kerültek be a települési értéktárunkba. Ebből kivettem néhány sort, amelyben például mondjuk a legelső az Árpád-kori kápolna-romként kulturális örökség kategóriában a református temető mögötti területen található. Ez tulajdonképpen a nagyboldogasszony vagy boldogasszony halmán található kis kápolna romja, és akkor le van írva az, hogy legfontosabb információk róla. Tehát ez már önmagában egy információ, még oda sem, ide sem jött a turista, de már ennyit megtudhat a településről. Az előadáson a megjelentek megismerkedhettek több a digitális világ nyújtotta eszközzel és mobiltelefonra letölthető applikációval is, melyek az internet segítségével szórakoztató formában segítenek felfedezni a kiszemelt vidéket. Hogyha nem csak portál akarunk, hanem oda is akarunk menni, akkor több lehetőség is adódik, amelyek között használhatunk olyan eszközöket, amelyek a digitális világunkban teljesen megszokottak. Például mondjuk használhatunk GPS-t. GPS-en belül van olyan GPS segítségével, például van olyan portál, ez az úgynevezett geocaching portál, ahol lehetőség van arra, hogy egyfajta játékba kapcsolódjunk be. Azért mondom, hogy játék, mert tulajdonképpen nem kimondottan a turisztikát célozza meg, és pontosabban nem egy az egyben a turisztikát célozza meg, hanem egyfajta játékon keresztül próbál belekapcsolódni az a geocaching. Hát van egy ilyen leírás, de szerintem ezt inkább hagyjuk. A lényege az, hogy vannak különböző pontok az országban, ez csak a Püspöklány környéke, de hogyha mondjuk az országot veszük, akkor rengeteg olyan hely van még, ahol úgynevezett geocaching pontok vannak, ezek azt jelenti, hogy van egy koordinátája. Ezt a koordinátát mi beütjük a GPS-be, és akkor megmutatja, elmondja, hogy hogyan juthatunk oda. Mi ennek a lényege? Egyrészt az, hogy használjuk a GPS-ünket, ami egy digitális eszköz. Használjuk az internetet, mert hogy internet hálózaton keresztül megy az egész, és ugyanakkor pedig vannak jó leírások arra vonatkozólag, hogy ott az adott ponton mit találunk. Például mondjuk itt van az Ágota híd leírása, annak egy részlete, mert hogy sokkal-sokkal hosszabb van. Tehát van egy alapleírás, nem tudom mennyire olvasható, a GPS koordináták vannak ott, egy kis leírás az, hogy hogyan lehet oda találni, aztán leírás arra, hogy mit láthatunk ott, rengeteg fotó található, illetve még itt vannak ilyen vélemények is azzal kapcsolatban, hogy sikerült, nem sikerült, mit látott, hogy látta, van-e értelme oda menni, és ennek mi a lényege? Az, hogy aki ott jár, az valamilyen módon nyomot hagy. Nyomot hagy, majd azt is elmondom majd, hogy hogyan, de följelentkezve erre a geocaching portálra, ő beírja azt, hogy hol járt, és gyűjtögeti ezeket a helyeket. Az előadást követően stábunk arra volt kíváncsi, a résztvevők miként értékelik az előadást, és hogy a mindennapjaikban mekkora szerepet tölt be a világháló. Honnan értesült a mai előadásról, és miért döntött úgy, hogy eljön? Konkrétan? A Facebook megosztásából a Tányér Józsefnek. És miért? Mi keltette fel az érdeklődését a mai előadás kapcsán? A kapcsán, vagy pedig már ami előtte is volt. Akár mind a kettő. A Sárrétnek, illetve Püspökladánynak a élővilága, természete, úgy kompletten együtt, ahogy János elmondta. Hogy tetszett a mai előadást, tudott-e meg újat? Igen.
Például? Az Ágotai hídról például nem tudtam. Vagy a Tisza vitte el a Ágotai hídot. Ön milyen gyakran használja az internetet turisztikai céllal? Mármint, hogy hova megyek, stb. Igen, igen. Szinte nap, mint nap használom. Miért hasznos ön szerint? Könnyebben szél az én az ember vele. Gyakorlatilag. A könyvtárak 2001 óta lelkesen csatlakoznak az Internet Fiesta programsorozathoz, azzal a céllal, hogy érdekes és vonzó programokat kínáljanak olvasóiknak, településük lakóinak, és hogy minél többen ismerjék meg a világháló nyújtotta egyre bővülő lehetőségeket.